Miután lejár a kommunális lakásgazdálkodási közvállalat és az Elgáz igazgatójának a mandátuma, új pályázatot írnak ki a két tisztség betöltésére. Egyes képviselők a kiírás szövegét kifogásolták. Neko propiše da lice koje konkuriše za direktora javnog preduzeća ne treba da bude član političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije organu političke stranke, odnosno da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, a među dokazima uopšte se ne traži dostavljanje ma kakvih isprava koje potvrđuju ispunjavanje ovih uslova, onda to predstavlja objektivni, ako čisto drugo ne, onda pravno tehnički problem. A közigazgatási hivatal vezetője szerint a pályázati kiírásnál a törvényi utasításokat követték. Pályázat kiírására a törvénynek megfelelően került sor, mindazok a feltételek szerepelnek a kiírásban, amit a törvény előlát, ugye, az új közvállalatokról szóló törvény. Képviselői kérdésre válaszolva Győr István alpolgármester elmondta, hamarosan megkezdődhet az új távfűtőművek építése. A közbeszerzés keret is írva, ami július 3-án jár le, tehát pár napon belül, és megtudjuk, hogy ki nyeri meg a pályázatot, és ki fogja leszállítani a két hőkazánt. Ha ez megtörténik, abban a pillanatban elkezdődnek a munkálatok. A 2016-os évi zárszámadással kapcsolatban elhangzott, több mint 100 millió dinárt sikerült beruházásokra költeni. Kupola résznek a homlokzat felújítása is megvalósult, hiszen az állományzat itt van, tehát sikerült előteremtenünk azt a 12 millió dinárt, hogy a homlokzat is fel legyen újítva, vagy pedig a fogadóiroda, ami szintén fontos, hogy akik az ügyüket intézem városára megfelelő körülmények közt tudják intézni megfelelő fogadóiroda, ez is kb. 8 millió dináros beruházás volt. A képviselőtestület döntött az Elgáz és a kommunális közvállalat új igazgatóbizottságáról is.